Hello, szavaztok, folytatjuk a Tomb Raider 4-et. És itt van... Van egy csontváz barátunk itt valahol. Aki mindig fel fog kelni. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ő rá nem kéne pazarolni ilyen robbanó cuccot. Főleg, hogy úgy látom, hogy könnyen lehet, hogy át... Nem, itt van. Szóval azért, mert én itt úgyis itt szépen föl fogok mászni, és ő úgysem tud fölmászni, úgyhogy én nem pazarlok rá robbanó lőszert. Az úgyis rendkívül értékes és ritka. Léci, robbanó legyen! Ha, léci! Ez robbanó volt. Ez az. Robbanót kaptam, mert 14 darabom van. Ó, igen. Hú, de jó. Jaj, de jó. Ennek most nagyon örülök. Amúgy. Ó, most a nagyot is szét tudtam lőni. Hát a függetlenül nincs itt semmi. Oké. Lara, mit csinálsz? Kapd el, léci a rudat, akkor is, ha nem akarsz rúdtáncolni, akkor is meg el kell kapnod a rudat. Direkt nem mondtam rudit. Rossz az, aki rosszra gondol. Van! Négy darab! Mit csináljak ezekkel? Ah, leck mich fett! Leck mich fett! Most megint itt vagyunk. Én azt értem, de még mindig nem láttuk a teljes a katakombában, még mindig nem láttunk el mindent. Még mindig van olyan terület, amit nem láttunk. Ugye? Úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk továbbra is. Mi van, hogyha van egy ötödik és hatodik ilyen cucc, amit fel kell venni? Megtörténhet. Én azt mondom, hogy menjünk vissza, mert biztos vagyok benne. Hát, ugye, alapból ott van ez a Poseidon templom, vagy hogy hívják. Oda tuti, hogy kell vizet csináljunk valahogy. De itt is van még olyan terület, ahol nem jártunk. Ez hét szentség. Konkrétan erre gondolok. Itt nem jártam. De mindjárt kiderül, hogy igazam van. Szerintem itt nem jártam. Egyébként tudjátok, mit hiányolok? De, itt jár... De itt jártunk. Itt vettük fel az első cuccot. Igen. Itt már járt. Itt már jártunk. Igen. Vagy... Biztos? A kutyának a tökét jártunk itt. Ne uzit adja a játék, hanem explozív lőszert. Már robbanó lőszert. De ha én itt még nem jártam,
akkor... Nincs itt semmi. Az azt jelenti, hogy elpocsékoltam egy gránátot? Hát annak nem örülök. Ezt most megint nem értem. Miért van itt egy ilyen rész, ahol... Na, az ilyeneket nem nagyon értem. Ezek miért vannak itt? És ez itt micsoda? Vász? 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 Oké? Erre nem számítottam? Ach, vász, lek még fett, találtam egy titkot. Nagy gyógyszer, kék sotilőszar. Ja, 14 explozív. 20... Ó, igen. 24 robbanó fejes nyilam van így. Ó, igen. És akkor itt vagyunk. Igen, itt voltunk már. Itt szedtük föl az első olyan fura háromágú izét. Jó, nem baj. Sőt, nem baj, nem baj. Ez jó. Basszus, milyen jó, hogy visszajöttem. Nézd oda, én mondtam nektek, hogy nem néztünk körbe alaposan a katakombában. Olyan sok mindent itt hagytam. Nagyon sok mindent itt hagytam. Rengeteg finomságot itt hagytam. Oda mentünk föl. Ez itt tök nem tudja, hogy ez itt mi, de szerintem... Itt voltunk lenne az előbb. És ez itt mi? Az a hely szerintem, amit az előbb néztem, és nem értettem, hogy miért csináltak oda ilyen lyukat. Igen, ott voltunk fönn, ugye ott vettük föl az első ilyen háromágú izét, ugye? Azt hiszem. Isten.
úristen, ez a pálya, ez úristen. Ez Heilige Maria Gottes. Az ember legyen a talpán, aki ezt átlátja. Most meg valahol lent vagyunk. Én nem tudom. Ez tényleg eléggé durva. A pálya design, ez meglehetősen komplex, és akkor nem túloztam semmit. Jézusom. Azzal kezdem elveszíteni a fonalat. Ez mi? Ó! Oh. Oké. Okay. Így jutunk ide vissza. Aha. Aha. Én ezt értem. Szerintem nézzük meg még egyszer azt a Poseidon témát. Nézzük még egyszer ott körbe, hogy tudunk-e bármit ott tenni. Mert... nekem ez gyanús. Nézzünk itt körbe, és... Áltabasz... Oda majd le kell úszni szerintem, ha itt lesz víz. Mert oda most leugranék, az kész vége, az akkor instant halál. Azokra nem lehet fölmászni, mármint itt ezekre. Miért vannak ezeken a köveken mesztelen emberek? Ezen egy nagy kígyó van. Ja, mert itt tűz volt! Igen, igen, igen. És azért nem tudok oda menni, mert itt felgyulladtam. Az itt a gond, hogyha ugye erre rámegyek. Igen. Várjál! Figyelj már! Ojjaj. Biztosan, hogy biztos. Most már egészen biztosan nem fognak felkelni, és nem fognak útban lenni. Oh. Nagyon szépen köszönöm. Aha. Te figyelj! A Poseidon templomba kell ez a négy darab négy ágú cucc. Ezekre kell... Nem. Nem, rossz gomb. Megvan, hogy hol kell ezeket alkalmazni a Poseidon templomban. Csak! Ez az. És ezek indítják el a szivattyúkat. És ezek fogják... megtelíteni vízzel. Ezek a háromágú izék a kapcsoló a szivattyúhoz, szóval érted? Négy szivattyút szerintem el kell indítani, és akkor... Ha
mondom, ez régen itt, ez a régi civilizáció, ez szerintem messze megelőzte korát. Itt olyan technikákat alkalmaztak, ugye láttuk korábban a... te hogy kerültél ide? Hát már ne haragudj, gyerek, de előbb nem tudtál volna jönni? Na, most hallod? Ne haragudj már! Valamit találj már ki, mert nekem ott kell kimenni. Tehát, hogy... És tudod miért jó, hogyha a pályát váltunk? Mert mindig feltölti az életerőt, és csak max HP-n vagyok. Úgyhogy azért ki lehet cselezni a dolgokat. Úgy értem, hogy ez úgy megkönnyíti a gyógyszergyűjtési stratégiát. Egyébként gyógyszerből úgy állunk, hogy 35 és 24, már 59 darab. Jó. Várjál, gránátból hogy állunk? 9. Jó. Ebből van még 24, já, az nem rossz. Soté, 113! Figyú haver, nekem itt ki kéne másszak. Nem haragszol, ha... Hallod? Ne haragudj! Ne köcsögösködj, légy szíves! Tehát, hogy... Nekem itt... Jó, tudod mit? Én barátságosan szerettem volna ezt megoldani, de ha nem, akkor nem. Ő kezdte. Én szerettem volna békésebb úton megoldást találni. No problemo! Szerencsére nem nagy a tűznek a hitboxa. Na látod, ezt mondtam, 4 ilyet el kell indítani. Ez a szivattyú elindult. Na szóval olyan technikákat alkalmaztak, mint emlékszünk, ugye ott volt az a motorizált automata lézer, ugye? Az a lézervágószerűség. Vannak motorizált szivattyúk, ugye? Tehát... Itt azért akárki is építette ezt a helyet, azért úgy... Nem voltak elmaradva technikailag. Lássuk be! Csak azt nem tudom, hogy a többi szivattyúhoz hogy jutunk el? Ez itt a nagy kérdés. Mert csak az egyikhez tudtam eljutni. A többi, az... ich weiß nicht. Várja. Várja csak, honnan jövök? Onnan jövök, vagy innen jövök? Ezt ki tudom lőni? Nem. Most esküszöm, nem tudom, hogy honnan jövök. Megnézzük. Nem innen jövök, az egész biztos. Itt még nem jártunk. Oha! Bizony, itt még nem jártunk. Ez egészen biztos. Ez egy teljesen új terület, ismételten. Ami jó dolog, mert az azt jelenti, hogy haladunk és tovább jutottunk. És akkor ebben a videóban megpróbálok természetesen minél több szivattyút beindítani, de... Aha. Jó, hát nézzünk föl, nézzük meg, hogy mi van itt fönn. Fogalmam sincs. Biztos valami nagyon kellemes meglepetés. Mondjuk 3 csontváz. Akik egyszerre fognak rám támadni. Várjál csak! Kamera, létszik, kösz! Igen? Oda nézzé, oda nézzé. Jó.
Ott a második szobor, ott a második szobor. Ki kell deríteni, hogy itt hány csontváz van. Ha itt is több van, akkor ugye egy lövéssel itt is többet kéne elintézni. Várjál csak, itt vannak még vázak. Egyelőre, aha, aha, itt van a jó munkás ember. Jó. Van jelenleg, 24, várjál. Kék sot időszar. Ez most nem explozív. Arra se vinné el. Ez most sima lőszer a nyílpuskával. Reméltem, hogy ez is robbanófejes. A csudiba. Jó, ő most akar felkelni. Ne erőszakolj meg, légy szíves, nem szép dolog. Ő pedig akkor fog felkelni, ha rátettem a... Na várja. Akkor egyszerre szer... Hát hülye vagy. Hello! Jó. Double kill. Multi kill. Mega kill. Jó, második szivattyú beüzemelve. Nagyszerű, nagyszerű. Szerintem... Not bad. Az elsőn. Haladunk. Na, most már csak azt kell kitaláljuk. Ó. Na igen, ez a vízanimáció, ezt majd vissza kell néznem 60 FPS-en. Na most én, ha ugye nyilván, ahogy mondtam sokszor, én ugye most 30-at látok, de nektek biztos gyönyörű szép. De majd én is vissza fogom nézni 60-on által. Jó! Jó. Hé! Még egy ilyen jó, és esküszöm, nekem nagyon nem lesz jó! Tudjátok, régen a Cápa Mese című rajz animációs film. Nem volt az olyan rossz egyébként. Bár felejthető alkotás, de a végén ez a poén, ez úgy tetszett. Most már csak azt kell kiderítenünk, hogy a maradék kettő szivattyút hogy indi... Várja, hülye vagy, várja, ne. Három szivattyút kell beüzemelni, de az nem stimmel, mert négy ilyen cuccunk van. De itt csak három ilyen... három ilyen csatorna van kivezetve, látod? Valahogy ki kell deríteni, hogy a harmadikhoz, tehát ezt itt hogy indítjuk el? Ez itt a nagy kérdés. Hol lehet itt a bejárat? Ezeket nem lehet mozgatni, ugye? Ezek túl nagyok, igen, ezek túl nehezek. És ugye túl magasak, tehát nem is tudok ezekre... Aha, igen. Mi van akkor? És erre innen jövünk, ugye? Tehát... Ez itt a negyedik, he! De hát innen jövünk alapból. Vász? Várja. Ez eddig nem... Itt sem jártam még.
Nem innen jöttünk alapból, ácsi! Igen, ott, aha, megvan a negyedik csatorna kivezetés, hát csatorna, ja, hát igen. Az egyszerűség kedvéért én most csak így fogom hívni. A víz kivezetés, szóval érted. Ott, aha, várjál! Lehet, hogy találtam valami érdekeset. Igen. Igen. És ott a harmadik szobor. Ott a harmadik szobor. Ja. Megint úzi lőszar kapok. Hogy mi? Várjál, itt egy kicsit bonyolultabb lesz a hadművelet. Itt egy kicsit bonyolódni fognak a témák. Várj egy picit! Mielőtt beaktiválom a harmadik szivattyút, mielőtt beaktiválom, várjál. Emmi! Ezek tűzcsapdák. Ezt innen látom. Ezek hétszer... ezek... Ugye láttunk ilyet. Várjál. Mondtam én. Rafinált. Mondtam én, ez nagyon rafinált. Oha. De szemét. Triple kill! Egyszerre hármat! És azért szeretem nagyon a robbanófejes nyilakat, Lárát nem sebzi. Tudom, ez egy bug. Egyébként, sebeznie kéne Lárát, tudom. A digitális verzióban alapból out of the box benne maradt egy ilyen bug a játékban. Engem nem zavar ez a bug. Jó, tehát engem nem zavar. Szerintem ez így teljesen jó. Szerintem ez így tökéletesen segítette tovább a balanszot. Engem nem zavar. Van erre egyébként egy javítás, egy rajongói community hotfix, ami javítja ezt a bugot. De engem nem zavar. Tehát, na. És nem, ez nem csalás, mert gyárlag ilyen a játék. Úgyhogy... ez nem csalás, jó? Ez az. Cak! Ez az. Ennyi engedményt már hadd kapjon a játékos. Így is bőven van elég kihívás a játékban, szerintem... Ennyit! Ennyit igazán... megérdemel. Tétlen? Én még itt nem voltam. Lenézünk ide, hogy itt mi van? Én még nem néztem ám körbe. Hát úgy látom, itt nem sok minden. De biztos meg kell nézni minden zegzugot. Aha.
Aha. Jó, nincs itt semmi. De legalább beüzemeltük a harmadik szivattyút. Tök jó. Merre? Merre megyünk ki? Erre, ugye? Asszem... Igen, 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 igen. Oké. Nagyszerű. Jó. Most már csak azt kell kitaláljuk, hogy a negyediket hogy indítjuk el. Já. Ezt hogy tudom elindítani? Itt ez a nagy kérdés. Lehet, hogy most le kéne zuttyanni, de végül is elmentettük, nem? Mert lehet, hogy most már emelkedett annyit a vízszint, hogy... Szóval érted? Vagy? Nem? Franc tudja, he? Jó! Nem. Még nincs len elég elegendő mennyiségű víz. Megvan! Mármint nem biztos, de lehet, hogy találtam egy lehetséges útvonalat. De az is lehet, hogy innen jöttem egyébként. De szerintem innen jöttünk. Igen. Ez visszamegy a katakombákba. Innen jöttünk. Akkor nem. Akkor nem. Akkor nem. Nem találtam új útvonalat. Was nun? Nem lehet, hogy itt mégis lefelé lesz valahol? Várj egy picit, pillanat. Na. Tehát. Az ott nem volt semmilyen. Itt voltunk. Hol lehet a negyedik bejárat? Hol? Hol lehet? Várj! Áh, lek még fett! Igen, amikor sok textúra nagyon hasonlít egymásra, akkor találd meg azt, ami... Ja. Yeah. Jó, megvan. És ott a negyedik. Na! Nincsen társad, haver? Ne erőszakolj meg, légy szíves, nem szép dolog. Nincs több társad? Hát akkor szavasz.
lőd! Légy székasz! Kékszínű soti lőszar. Tényleg utána kell nézzek, hogy az... Mi van? Várjál csak! Mi van, hogyha a csontvázak ellen az hatékony? Mi van, hogyha a kék színű... soti lőszar szétrobbantja a csontvázak? Ezt meg kellett volna próbálnom. Ezt meg kellett volna próbálni. Mennyi van belőle? Jesszus úristen! 120! Ja, igen, lehet, hogy azokat is majd használni kéne. Mindenesetre meg kell majd próbáljuk, hogy... Cak! És beindult a negyedik szivattyú, és akkor középen le tudunk ott menni, mert valószínűleg most már van ott kellő mennyiségű víz. Lera, ne törje ki a nyakát. Na már! Erről nem volt szó. Hagyjál! És hallod? Elkezd zabálni. Mekkora egy köcsög ez a szellem? Ez hova vezet? Én nem látok semmit. Ne zabálj már, légy szíves! Ne légy köcsög! Álltál! Hagyjál! Most megint miért bánt a szellemed? Eddig nem... Nem áll! Akkor egy köcsögöt, nézz oda! De jó! Köszi! Kösz játék! Mit csináljak ennyi szellemmel? Ezeket nem tudom megölni. Meghalok. Hol nyitottam ki valamit? Azt sem tudom, hogy hol nyitottam ki. De nem már! Ez köcsökség! Most miért nincs ilyen kis bábú, ami kinyírja a szellemeket? Most miért nem kapok olyat? Álltál! Hallod? Ez a játék akkora egy szemét. De én most... Hát ez így nem jó. De most miért? De nem áll! Én ezeket a szellemeket ki akarom nyírni. De hogy lehet kinyírni? Nem lehet ezeket kinyírni valahogy? Nem hiszem el, hogy ezeket nem lehet kinyírni sehogy. Várjál csak! Csak kísérlet! Um.
Nem. Így nem lehet őket kinyírni. Gondoltam, hogy a... Ó, de jó. Most ez egyszer nem csinálta... Alta! Egyszer nem csinálok mentést, látod? Akkor megtörténik a baj. Va. Most jutott eszembe. Na, a csontinál megpróbálhattam volna, na mindegy. Ops. Tudod, hogy mi jutott eszembe? A másik útvonal, ami visszamegy a katakombákba. De jó. Az hol van? Az merre van? Mert a katakombákban volt egy olyan kis tudjátok, az a kis izé, ami kinyírja a szellemeket. De most nem fogom megtalálni. Most utére nem fogom megtalálni. Hát de nem itt volt? Hát rohadjak el, de valahol itt volt, hát... Esküszöm, hogy valahol... Nem hiszem el. De most... Most tényleg? Eltűnt! Hát volt egy... Ez most mi? Megváltozott a pálya? Hát volt egy lépcső fel a izére. Hát ne csináljuk már! Most ez mi? Hát de itt... Valahol itt volt egy létre, ahol vissza lehetett menni a katakombákba. Hát emlékszem, hát ahonnan eredetileg lejöttünk. Tehát nem ez. Egy ugyanilyen izé volt. Ilyen létreszerűség, ilyen fal. És vissza lehetett menni a katakombákba. Hát... Ne csináljuk már a fesztivált, hát valahol vissza lehetett menni, hát... Ez! Na! Itt! Ide akarok felmenni. Ezt a köcsög szellemet akkor megpróbálom kinyírni. Gyere csak ide! A szarházi. De menj neki ennek a szarnak! Léci! Na! Így! Köszönöm szépen! Az egyik megvan! Ez volt a terv! De ugye csak egyet nyírtam ki! Sajnos. Ez csak egy darab volt. És a többi az a másik teremben jön. Hát legalább egytől megszabadultam.
Akkor a szemétség, hogy erre a területre nem raktak ilyen kis bábút, ami kinyírja a szellemeket, nem? Szerintem egy elég nagy szemétség amúgy. És a Lerának semmilyen eszköze nincs, amivel meg tudja őket ölni. Most jön a probléma. Ha én ide lemegyek, akkor jön a másik kettő szellem. Várjál csak! Van még egy ötletem. Annyira éreztem! Ide. Menj neki ennek a szarnak. Figyelj már. Itt. Nézd. Majdnem. Majdnem. Picit arrébb. Majdnem. Majdnem. Menni fog. Gyerünk. Köszönöm. Na mi van mi? Ennyi. Köcsök kis szellemek. Annyi mondom, hogy fura, hogy ott van két, látod? Olyan fura, hogy ott van két olyan váza, mondom, nem akarom elhinni, hogy itt nincs erre lehetőség, hogy az ember kinyírja a szellemeket. Ez lehetetlen. Ennyire nem lehet végtelenül szemét a játék. És most kivételesen igazam volt. Csak én nem voltam elég alapos. Na, ennyi. No problémú. Tökéletes. Tökéletes. Ennyi. És most végre nyugi van. Mind a három szellem bekaphatja. Ennyi. Jó, és igen, ugye ez a shortcut vissza a tengerpartra, hát ez tök jó. Csak nekünk... Lehet, hogy azt kéne valahogy kinyitni, nem? Tehát ezt itt. Hát ez itt egy ajtó. Ezt valahogy szerintem ki kellene nyitni, csak nem tudom, hogy hogy. Akkor jól emlékeztem, hogy át lehet kutatni ilyen... Alta! Ez a páncél egyik darabja, ugye? Linke Metal Hand Shoes. Szerintem ez a páncél egyik darabja. Ó igen. Ó igen. Ó igen. Ennyi. Ó igen. Imádom, ha egyszer sikerül. Ugye, ahogy Hannibal mondta a régi szuper csapat című tévés sorozatban, és most természetesen a 80-as években szupercsapatra gondolok, nem arra iszonyatos förtelen borzalomra, ami később csináltak filmet belőle, amiben Liam Neeson volt, tehát körülbelül 5 perc után kikapcsoltam, annyira az még visznek is rossz komolyan. Jó. Na. Hoppá. Nézzük meg, hogy mi van ott fönn. Jó. Jó. Oké. Így lehet bejutni a könyvtárba. Az elveszett könyvtárba. Jó. Mielőtt bemegyünk a könyvtárba. Megnézem az előző shortcutot, ami vissza-vissza feltételezem a tengerpartra, de ugye az előbb nem tudtam rendesen megnézni, mert üldöztek azok a köcsök szellemek, akiket most kinyírtam. Bé-bé-bé. Így, sejtem, hogy ez hova visz, csak le akarom ellenőrizni.
van egy gyanúm, hogy hol fogunk kikötni. És sejtem, hogy hol fogunk kikötni, de biztosra szeretnék menni. Igen. Biztosra szeretnék csak menni. Ott vagyunk, ahol gondolom, ugye? Igen! Pontosan erre számítottam. Ez az. Megvan a következő shortcut. Így pontosan erre számítottam. Így van. Így van. Jó. Tökéletes. Tökéletes. Pontosan tudom, hogy hol vagyunk. Ez teljesen jó. Na! Hát ez itt tökéletes, emberek. Hát ez teljesen jó. Látod, milyen jó, komplex pályadizájnt alkalmaztak, hogy ugye, pályákat több helyen összekötötték? És vannak olyan pályák, amelyek egyfajta hubként funkcionálnak, mint ugye ez a tengerparti pálya, amire csatlakozik 4-5 vagy 6 másik pálya, nem tudom, de 4-5 szerintem minimum. Jó, legyen akkor 4. De az is elég durva. Na! Kedves emberek! Akkor csináljuk azt. Most, hogy kinyitottam a shortcutot. Így van. Érdekes, ilyen kapaszkodó ízét raktak ide, de minek? Oh. Na! Die verschwundene Bibliothek! Így van. És innen fogjuk folytatni a következő részben. Szerintem nekem ez a poszeidonos cucc, ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Szerintem ez ötletes volt, korrekt egyébként, és szerintem nagyon ügyesen megoldottam amúgy. Úgyhogy szerintem ez megint tök jó pálya volt egyébként. Kíváncsi leszek erre a könyvtárra, és a ti is tartsatok velem legközelebb, minden folytatjuk tehát a Tomb Raider 4-et. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!